Kicsit rendhagyó lesz ez a sportbeszámoló, ugyanis nem egy komoly sporteseményről tudósítunk ezúttal. A komáromi KTK Kormorán víziturisztikai klubba látogattak el a Komenszky utcai alapiskola első és második osztályos kis tanulói. A Holtvák partján lévő turisztikai klubban aztán a tanítónénik szervezésében a gyerekek kellemes sportolással töltötték el az időt. Különböző játékos vetélkedők voltak műsoron, ezekben nyújtunk betekintést. Amint azt a tanítónénik elmondták, minden hónapban szerveznek a gyerekek számára sporteseményeket és vetélkedőket, főleg kint a természetben, ahol megismerkedhetnek a különböző sportágakkal. Ezért fogadták el a komáromi víziturisztikai klub vezetésének meghívását is. A gyerekek számára a legnagyobb élmény természetesen az volt, hogy fokozatosan mindegyik beülhetett a kenukba, és néhány száz méteren át megtapasztalhatta, hogy milyen érzés az kenuban ülve ott lenni a vízen, vagy ha akartak, akkor akár evezhettek is. Egy biztos, nagy élmény volt ez minden gyerek számára, így nem csoda, hogy többen is kijelentették. Ha megnőnek, ők is szeretnének a víziturisztikai klub tagjai lenni. A KTK klub szívesen tett eleget a felkérésnek, és hasonló aktivitással máskor is a rendelkezésére áll az iskoláknak. Ezúttal a Komenszky iskola kis tanulóinak szerzett szép gyermeknapi pillanatokat a klub, és az örömöt le is lehetett olvasni a gyerekek arcáról.